Már 21 éve annak, hogy Orbán Viktor az 1999-ben kezdődő és már a hagyományosnak számító országértékelő beszédével új műfajt honosított meg Magyarországon. A kezdetekkor az ellenzék élesen kritizálta ezt a műfajt, ugyanakkor ma már szinte minden párt tart évértékelőt. Politikai elemzéssel folytatja most az évértékelő kapcsán Tita Nüle is vendége. Méghozzá Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője, most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A tavalyi évértékelőben ugye nagyon konkrét intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök a családvédelmi akcióterv keretén belül. Most a klíma terén, a környezetvédelem témájában tette meg ugyanezt. Ez egy új elem. Visszatérő elem a miniszterelnöknek az évértékelő beszédében, hogy hosszú távú kérdésekkel foglalkozik, az aktuál politikai csatározásokon felülemelkedik, és olyan ügyeket, olyan bejelentéseket tesz, amelyek tényleg hosszú távon, akár több évtizedre meghatározzák Magyarországnak a jövőjét. Ugye ilyen a demográfiai program, tehát a családvédelmi akciótervnek a pontjai, ugye most is beszélt róla a miniszterelnök, hogy tervezi ennek a kiszélesítését, az is ugyanilyen programpont volt, és a klímavédelem is hasonló programpont. Itt is, hogyha ezeket az intézkedéseket bevezetik, és tényleg teljesül az a cél, hogy 2050-re mondjuk a károsanyag kibocsátás az jelentősen csökkenjen, vagy a széndioxid kibocsátás az gyakorlatilag nullára csökkenjen, az tényleg egy akkora eredmény lesz, amely meghatározza Magyarország és Európa jövőjét. Nagyon konkrét intézkedéseket hallottunk, tehát nem célok hangzottak el, nem elvek hangzottak el, hanem konkrét intézkedések. Van olyan, amely mellett már dátum is van. Igen, mindig a konkrétumoknak a bejelentése az évről évre visszajön a miniszterelnöknek a beszédeiben, és most ugye a klímavédelmi akcióterv kapcsán kellett ilyen konkrét pontokról beszélni a miniszterelnöknek. Ez azt mutatja, hogy azon túl, hogy egy víziót nyújt egy világos programpontot, megfogalmaz olyan üzeneteket, amelyek tényleg visszatérő elemek 10 éve a miniszterelnök kormányzása idején, azon túl mindenképpen szükség van olyan konkrét programelemekre, amelyeket itt a miniszterelnök megfogalmaz, és ezt követően az elkezdendő hónapokban, években a kormányzati munkának ezek lesznek a sarokkövei, de nagyon fontos például a gazdaságélénkítő akcióterveknek is a korábbi ismertetése, amelyekre most is utalt a miniszterelnök, hiszen azon túl, hogy a klímaváltozás terén nagyon fontos kormányzati intézkedésekre van szükség. Kiemelten foglalkozott azzal is a miniszterelnök, hogy az eurózónának a gazdasága az lassul. A legfrissebb német GDP adat gyakorlatilag stagnálás mutat, tehát ezen a téren is nagyon sok újabb intézkedésre lesz van szükség. És ugye itt nagyon óvatosan fogalmazott, óva intett attól, hogy itt egyesek már aranykort emlegessenek, és azt mondta, hogy riadót kell fújni. Ezt miért tarthatta fontosnak kiemelni ebben a formában? Ez a felelős költségvetési politikának a része, tehát 2010 előtt a balliberális kormányzás idején elszaladt az államadóság, az államháztartási hiány az mindig jóval a Maastrichti 3%-os kritérium felett zárt minden évben. Volt olyan év, amikor majdnem 10% volt a költségvetésnek a hiánya. Ez oda vezetett, hogy az ország nem tudta fenntartani azokat a jóléti intézkedéseket, amelyeket még korábban ugye a Medgyessy kormány bevezetett. Tehát ez a felelőtlen költségvetési politika 2010-ben megszűnt, teljesen más szemlélet valósult meg a gazdaságpolitikában, csak olyan ígéreteket tesz a kormány, amelyeket végre tud hajtani, és csak olyan költekezést, olyan kiadási tételeket fogalmaz meg mind a miniszterelnök, mind a pénzügyminiszter, amelyeknek megvan a bevételi alapja, megvan a bevételi oldala, és nem szalad el tőle a költségvetési hiány. Itt az új nemzeti konzultáció kapcsán is ugye itt beszélt a különböző témákról, azt mondta, hogy egyetértési pontokra van szükség ezekkel a témákkal kapcsolatban, amelyek ugye nagyon nehéz és kényes témák. A nemzeti konzultációnak az intézménye már jóval visszanyúl a 2010-es kormányzást megelőző időszakra, tehát már ellenzékben is alkalmazta a Fidesz azt, hogy a saját, illetve más választópolgárokkal is konzultál, és most kormányzati pozícióban tényleg az emberek véleményének a megkérdezésére használják ezt az intézményt. 2010 óta ez egy sikeres és bevált recept, tehát látjuk, hogy nagyon nagy számban visszaküldik ezeket a kérdőíveket, most már
online is kitölthető, és az, hogy most megint ilyen aktuális, és nagyon sokakat érintő, és az igazságérzetet jelentősen sértő témákban megkérdezi az emberek véleményét a kormány, az azt mutatja, hogy ezekben a sarokpontokban, ezekben a aktuális belpolitikai kérdésekben olyan döntést fog majd hozni a kormány, olyan intézkedésekről fog majd szavazni később a parlament, amely tényleg egybevág az embereknek a véleményével. Kétfajta évforduló kapcsán is beszélt tegnap ugye a miniszterelnök, vagy kétfajta évfordulóról. Az egyik ugye, hogy 10 éve kormányoz együtt egyhuzamban a Fidesz-KDNP kormány, illetve a trianoni 100-as évforduló kapcsán is adott egy hosszabb értékelést, és például kiemelte Magyarország szuverenitását, és hogy abban milyen érdemei vannak Horn Gyulának és Antal Józsefnek, miniszterelnököknek. Ezt miért tartotta, vagy tarthatta fontosnak kiemelni? Igen, hát Horn Gyulának az említése az egyértelműen azt mutatja, hogy konszenzusra törekszik a miniszterelnök, tehát a nemzeti konzultáció is erről szól, hogy minden magyarnak a miniszterelnöke, mindenkihez szól, és elismeri akár a vele szemben álló politikai oldalnak is az érdemét. Ez mondjuk ellenzéki oldalról egyértelműen hiányzik, tehát ha megnézzük az ellenzéki reakciókat, akkor ott minden tagadnak, mindennel szembe mennek, teljes mértékben valóságtól elrugaszkodott kritikákat láthattunk az ellenzéki oldalról. Ugye, hogy maga az évértékelő intézménye is arról szól, hogy felülemelkedik a miniszterelnök az ilyen aktuál politikai csatározásokon, és igenis egy konszenzus teremtő légkört próbál megvalósítani, és mindenkihez szól, és az évértékelőben hosszú távú kérdésekkel, hosszú távú ügyekkel foglalkozik, és az ilyen visszatekintés is azt mutatja, hogy egy nagyon komoly keretes szerkezetbe helyezi a mostani kormányzást, visszatekintett az elmúlt 100 évre, és azt mondja, hogy ha a 2020-as évek is ugyanolyan sikeresek lesznek, mint a 2010-es évek, akkor mondjuk méltó választottunk Trianonra. Ha már az ellenzéki reakciókat említettük, akkor ugye itt pont a klímavédelem kapcsán megszólaltak azok a pártok nyilván, akiknek ez fontos programja. Ők nem voltak elégedettek a kormány fő bejelentéseivel, konkrétumokat, vagy ennél is konkrétabb intézkedéseket várnak, illetve a miniszterelnök azon kijelentése is váltott ki vitát, vagy egyet nem értést, hogy Magyarország elmúlt 10 éve volt a legsikeresebb eddigi 10 éve a magyar történelem során az országnak. Hogyan értékeli az ellenzéki reakciókat? Ez már a januári nemzetközi sajtótájékoztatóját követően is érzékelhető volt, hogy nagyon sok méregfogat kihúzott a miniszterelnök az ellenzéki térfélről, hiszen a klímavédelem ügye az egy olyan politikai kampánytéma volt, amelyet főként Németországból importáltak a balliberális pártok, amelyel igyekeztek támadni a kormányt. A kormány már az elmúlt 10 évben nagyon sok környezetvédelmi intézkedést meghozott, erdősítési programtól kezdve a CO2 kibocsátás csökkentése, tehát nem lehet azt mondani, hogy a kormánynak a környezetvédelmi tevékenysége ne lett volna jelen az elmúlt 10 évben. Most arról van szó, hogy ezt előtérbe helyezte, erősebben kommunikálják ezt a témát, és még több intézkedést hoznak ezen a téren. Ebből fakadóan érthető az ellenzéknek a viselkedése és a riadtsága, hiszen ez volt az egyetlen olyan téma, amiben reménykedtek, azon túl, hogy mondjuk a gazdasági intézkedéseket is támadták. Azt mondták, mondjuk, hogy 2019-ben már csökkenni fog a gazdasági növekedés, csak mondjuk az uniós források tartják fenn a növekedést, és a tények rácáfoltak ezekre az ellenzéki állításokra. Láttuk, hogy 2019-ben is a magyar gazdaság az élmezőnybe került. Dák Dánielnek köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen én is.